Jó estét kívánok mindenkinek! Hát így a nap befejezéseképpen gondoltam, mivel van még energiám, elkészítem a hónapi kaját. Íme ő lesz, illetve volt még ilyen munka is ma, meg még ilyen is. Apám szavai sokszor eszembe jutnak, amikor azt mondta, hogy tudod, kislányom, inkább legyen 100 irigyed, mint egy szánakozód. Nehezen küzdök minden nap, mert a kórházi leletemben az van, hogy RA. Ha tudod, hogy mi az, akkor oké, ha nem, nézz utána. És ez egyre rosszabbá válik. Igaz, hogy sokan úgy gondolják, és így is minősítenek engem, hogy ószerivel nincs semmi bajom, csak lusta vagyok. Nos, úgy gondolom, hogy nem kell nekem senkinek sem bizonygatni azt, hogy most nem vagyok lusta. Tehát, sőt, rossz indulatú se vagyok. Tehát én azt mondom, hogy senkinek ne legyen része benne abba, amiben én benne vagyok, illetve amiben majd szépen lassan belecsúszok. Legyen szép tartalmas az estétek!